nagyon örülök, hogy megvalósult ez a 10. népzenei és néptánc szakkörünk. Jótékonysági Alapítvány 10. éve szervezi a Beregvidéki Népzené és Néptánc tábort. A karantén helyzet miatt az idén nem tábort, hanem szakköröket valósítunk meg, ami egy picit másabbá tette azért a programot. De ahogy Cervantes mondaná, ahol a zene szól, ott bajtól nem kell félni. Megvalósítottuk a programot 30 gyermekkel, akik 2020. januárjától júniusig jelentkeztek a programra, 4 kis csoportban, 12 oktatóval. Azt gondolom, hogy az időtlen értékek nem vesznek el. Azonban a kultúrát nem lehet örökölni. A kultúrát meg kell élni, és át kell adni. Nemzedékről nemzedékre újra és újra meg kell szerezni. Nem lehet örökölni azt. Ezért az alapítvány azon dolgozik, hogy a gyermekeknek minél több lehetőséget biztosítson arra, hogy a gyönyörű néphagyományait, népszokásait, népi motívumait továbbadja a gyerekeknek, és majd ők a következő generáció számára. A népzene pedig egy ország lelke, olyan lelke erőforrás, amit minden nemzet, minden ország igyekszik közkincsé tenni, ezért mi is úgy gondoljuk, hogy kapja meg belőle a részét minden kárpátaljai magyar gyermek, és ezen is dolgozunk. Úgyhogy én remélem, hogy a program elérte célját, a gyerekeken végignézve és a záróprodukció gyakorolva a tegnapi folyamán azt láttam, hogy sikeres volt. A 10. programunk és a 10. Beregvidéki Népzené és Néptánc programunk is, és ami az idén kimaradt, az éjszakai szórakozások, hiszen ugye nem lehetett bent aludni, és egyéb kulturális programok, azt igyekszünk jövőre pótolni, duplán visszaadni a gyerekektől azt, ami így most kimaradt. Dobronyi táborunkat követően ugye ott valósult meg a Gyungvidéki Népzené és Néptánc tábor, hiszen kinőttük magunk 3 évvel ezelőtt, és ketté választottuk. A beregvidéki táborból lett egy beregvidéki és egy dobronyi, vagy hát most már ungvidéki. Őket is meghívtuk a Szól a Fülemüle Népzené és Néptánc tehetségkutatóra, ami augusztus 28-án lesz, és több mint 130 gyermek mutatkozik be a színpadon, köztük azok a gyerekek is megmutathatják, mit tanultak a hét folyamán, akik itt ma bemutatják tehetségüket.